Nem változtatott korábbi döntésén a fővárosi közgyűlés, maradt közvetlenül a partra tervezett mobilgátarómain. A többség elutasította a Lányi András író által jegyzett árvízvédelmi javaslatot. Az ülés előtt és alatt pártok és civilek is demonstráltak. Azt még továbbra sem lehet tudni, hogy helyi népszavazás formájában dönthetnek-e a budapestiek a vitatott beruházásról. Magasabbra kellene. Fővárosi népszavazás kiírásáért demonstrált az Együtt és a Párbeszéd. A római part sorsát Juhász Péter szerint a budapestieknek kell eldönteniük. Tarlós István igenis vállalja föl azt, hogy az emberek, a budapesti polgárok dönthessenek ebben a kérdésben. Mi ezért demonstrálunk ma itt ezzel a gát szakasszal. A népszavazási kérdés a kúria előtt van. A Párbeszéd társelnöke bízik a nekik kedvező elbírálásban. Ez a kérdés ma már nem arról szól, hogy mi legyen a római parton. Az arról szól, hogy a budapesti városvezetés a többség, vagy pedig egy szűk kisebbség érdekeit képviseli. Bent a közgyűlési teremben a civilek vonultak fel, ahogy korábban a két rivális csoport egymás mellett tüntetett, a mobilgát mellett és ellen. A szocialista Horváth Csaba az ülés előtt hazudozással, üzleti érdekek képviseletével és alkalmatlansággal vádolta meg a főpolgármestert. Az, ahogy Tarlós 27 év polgármesterség és főpolgármesterség után arra nem képes, hogy az óbudaiakkal egyetértésben egy közös koncepciót képviseljen, ez is mindent elmond Tarlós alkalmatlanságáról. A DK egyáltalán nem is akar tárgyalni az ügyről. Holnapra van összehívva egy közmeghallgatás a harmadik kerületben. Azt gondolom, hogy a pofátlanság csúcsa lenne, ha ezelőtt, a közmeghallgatás előtt egy nappal a fővárosi közgyűlés újra döntene ebben az ügyben. A Jobbik azt hangsúlyozta, hogy elmaradtak a szakmai viták az árvízvédelmi nyomvonalról. Az LMP azonban vadonatúj javaslattal állt elő. Csárdi Antal egy éven át folyamatosan méréseket végeztetne, közvetlenül a Dunaparton, beljebb, amit a kerítések nyomvonalaként emlegetnek, és a Nánási úton. Nem mehet az úgy tovább, hogy részadatok, adatok eltitkolásával, félretájékoztatásokkal és megalapozó mérések nélkül döntsünk 55 ezer ember életéről. Kimegyek egy anyagért, amire azt hittem nem lesz szükség, hogy behozzam. Tarlós István 2010 előtti határozatokból, dokumentumokból idézett. Köztük egy olyan döntésre is emlékeztetett, amelyik közvetlenül a partra tervezett volna egy kisebb gátat. Akik ígérgettek és nem csináltak semmit, azok most teli pofával ugrálnak a hordóra, és pocskondiáznak minket, próbálnak gyanút kelteni, és ha nem tudok a közönségnek szót adni most. A képviselők végül elutasították a Lányi András féle árvízvédelmi javaslatot, viszont megszavazták Óbuda fideszes polgármesterének indítványát arról, hogy vizsgálják meg, a kerítések nyomvonalán megvalósítható-e a védekezés.